Jó estét kívánok! Sziasztok! Arra gondoltam, hogy annyi szó szokott itt esni a befelé fordulásról, a tudat minőségéről, meg arról, hogy mi minden történik itt velünk belül, amikor itt vagyunk. Ezen az irányon elindulva, arra jutottam, hogy azt fogom most nektek elmesélni, hogy mi történik kívül, meg fizikailag, amíg ide jutok, meg amikor itt vagyok. Hogy is szokott ez lenni? Úgy szokott lenni, hogy általában havonta egy hétvégét itt töltök. Budapesten lakom, egészen pontosan Zuglóban, és úgy jutok el ide a Búbánatölgybe, hogy felszállok egy távolsági buszra Újpest városkapu végállomáson, és azzal a busszal, ami Esztergomba körülbelül 2 óra alatt jut el, mert minden diófánál megáll, Leányfalun 5 helyen, Szentendrén 6 helyen, szóval körülbelül 1 és 3/4 óra alatt szoktam ide jutni, ide, a Búbánatvölgy végébe, a Dunapartra. És olyankor, ha világosban jutok ide, akkor még vár rám 4 kilométer séta, mert ugyan mindig megkapom, hogy természetesen Szunim kijön értem, vagy valaki kijön értem, de ha csak nincs sötét, jégvihar, hózivatar, vagy valami egyéb rettenet, akkor én gyalog szoktam ide besétálni. Minden itt létemnek, minden elvonulásomnak, ez a kezdő lépése, ez a 4 kilométeres séta ide a templomig. Közben meg szoktam állni a tónál, megnézem a vizet, megnézem a fákat, megnézem a tó fölé kitüremkedő sziklát ott a hegyoldalban. Mindig megnézem, hogy megvan-e még, mindig megvan. Aztán pedig folytatom az utat, és hogyha délelőtt jövök, akkor általában 11 előtt vagyok itt, ha délután, akkor pedig úgy igyekszem időzíteni, hogy 5 órára ide érjek. Tehát megérkezek. És akkor elkezdődik az itteni létezés, az az itteni néhány nap, amit mondhatjuk, hogy önkéntes szerzetességben töltök itt. Felöltöm ezt a ruhát, legalábbis a nadrág része az mindig rajtam szokott lenni. Gyakorlati oka van, roppant kényelmes. Próbáltam már ilyen macinaciban, meg egyéb ilyen pamutnadrág, az sosem olyan jó. Ez az igazi. Tépőzára van, kényelmes, beállítom, nem nyom, nem húz sehol. És aztán elindulnak a napok, és amikor eljön az első este, és természetesen volt közös étkezés, volt közös éneklés, volt közös csend és meditáció, akkor minden első estén kapok egy hangot. Kiszoktam ide állni a templom mellé, és az első esti hang az egy bagoly. Aki valahol itt lakik a környéken, mert minden itt létem estén hallani szoktam, és mindig számítok is rá, hogy na, gyere bagoly. És a bagoly jön, és üdvözöl. Aztán a következő hajnalon, 4 óra körül, amikor egy kicsit mindig kiállok ide a templom mellé, akkor az esetek zömében megint hallom ugyanazt a bagyot.
üdvözöl, azt mondja, hogy reggel van, de jó, hogy felkeltél, én meg le se feküdtem egész éjszaka, mondja a bagoly. És aztán elkezdődik a nap, amikor megint csak éneklünk, közösen meditálunk, aztán megreggelizünk, aztán segítünk a konyhában. Én itt főként két dolgot szoktam fizikailag csinálni, az egyik a mosogatás, a másik pedig a vasalás. Mind a kettő olyan igazi, meditatív fizikai tevékenység. Állsz a mosogató előtt, folyik a víz, annak ugye elég monoton hangja van, kicsit csobog kezedben a szivacs, edények csörögnek, nagyjából ugyanabban a sorrendben, kistál, 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 nagytál, 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 kanál, kenőke, még egy kanál, még egy fakenőke. A végén jönnek azok a rettenetes méretű zappelyhes dézsák, ebédkora, szintén rettenetes méretű, igen, időnként ilyen üvegedények, amit igyekszünk nem eltörni. És akkor megvolt a munka is, és aztán folyik tovább a nap, a munkaperiódusban, én általában, ha sikerül, akkor vasalni szoktam, azt nagyon szeretek, vagy esetleg zöldséget aprítok. Aztán megy tovább a nap, meditálunk közösen, éneklünk, majdnem egy órán keresztül, mert ugye ebéd nélkül nem jár, énekelni kell. És tényleg kell énekelni. Nem tudom, hogy az itt lévők közül a surangama mantrát kik énekelték már sokszor. Akik még csak néhányszor és csak ismerkednek vele, azoknak kemény dió lehet. De egy idő után a véretekké válik. Itt dobog a szívetek helyén. Csodálatos. Énekeljétek minél többet. Aztán jön a délután, ugye megint ettünk közösen, megint mosogattunk is néhányan. És aztán van egy kis pihenőidő, amikor vagy együtt, vagy külön elmegyünk sétálni. Az nagyon jó dolog. Tegnap meg ma ebben a borzasztó sárban, ami legalább okáig él, azért csak elmentem, mert nem tudtam megtenni, hogy nem menjek legalább egy kicsit. Tegnap a tóig, ma meg az erdő felé, de onnan tényleg visszajöttem, mert tényleg akkor a sár volt. A napi sétálkozok, főleg, hogyha egyedül megyek, leülepítik azt, ami napközben történik. Helyre raknak mindenfélét, más kép tudom megközelíteni önmagamat, a saját gondolataimhoz másképp tudok közelíteni. Aztán következik a délután további része, megint meditálunk egy kicsit együtt. Aztán következik a vacsora, utána pedig éneklünk egy kicsit, és ugye az este további részében az esti közös meditáció. És tulajdonképpen, ha úgy vesszük, elég hamar el is telik egy nap. És most elmeséltem itt ezeket a fizikai tevékenységeket, amik egyfajta világi keretbe helyezik a mi itteni nem világi napjainkat. És éppen ez az, ami meg tudja adni azt, annak a lehetőségét, hogy érezzük a különbséget, hogy mi is történik itt. A világi dolgok, amiket meg kell tenni, hát mosogatni kell, megzuhanyozni el kell menni, és ebbe ágyazódik bele az, ami
belül történik mindannyiunkban. Gyakran itt szoktam aludni a dharma teremben. Ott van a helyem, ott a sarokban. És nagyon szeretek itt aludni, itt a Buddha mellett. És amikor eltelik az az idő, hogy már lefekszem, akkor általában ugye ez a kis Buddhát megvilágító fény, ez így marad egész éjszaka. És egy ilyen különös derengéssel tölti be az egész dharma termet. Úgyhogy amikor hajnalban 3:45-4-kor felébredek, egy kicsit korábban, mert magamhoz kell térni, nem tudok azonnal az ébresztőre felkelni, és őszintén irigylem azokat, akik az ébresztőre azonnal fel tudnak kelni, én otthon sem tudok, kell néhány perc, amíg magamhoz térek. Szóval, amikor reggel felkelek, és még sötét van, persze, hogy sötét van, a bagoly meg nem is aludt egész éjjel, akkor ez a Buddhát betöltő fény ugyanúgy dereng az egész teremben, és a Buddha fényével búcsúztam a naptól, meg a Buddha fényével köszöntöttem a napot. És aztán összehajtogatom a kis takarócskáimat, visszarendezem a matracokat, és kezdődik megint egy újabb nap, és úgy nagyjából szoktam is tudni, hogy a fizikai tevékenységekben mi várható. Fogunk énekelni, fogunk együtt meditálni, eszegetünk, elmosogatunk. Én esetleg vasalok is egy kicsit, ha tudok, akkor sétálok. Tehát ezek minden itt töltött napon megvannak. Azt viszont nem tudhatom, hogy ami belül fog történni, amit ezek a fizikai tevékenységek ilyen szépen keretbe fognak, hogy azok mik lesznek. Hogy lesznek-e elkeseredett pillanatok napközben, meg lesznek-e könnyek, meg időnként lesznek-e könnyes nevetések. És aztán, amikor egy ilyen hétvégi elvonulásnak vége van, és ha ez egy rövidebb havi elvonulás, ugye akkor körbeszélgetés, csoport, kép, informális ebéd a végén, egy kicsit mindenki már lazábban viselkedik, és úgy tudunk egymást nevetni, hogy tudjuk, hogy az alatt a megelőző 3 nap alatt is sokszor összevigyorogtunk, de az akkor még csak úgy a felszín alatt volt. Aztán vasárnap délután már a felszín fölött is ott van. És aztán általában ugyanúgy szoktam távozni innen, ahogy jöttem, vagyis fogom a hátizsákomat, és kisétálok, ha nem is egészen a buszig, hanem csak a tónál lévő autóparkolóig, de az a séta megadja a végét is, az utolsó 1 órának a hangulatát is, hogy most akkor innen elmegyek egy időre, nem sok időre, mert úgy is tudom, hogy körülbelül 1 hónap és megint itt leszek, de kinyitottam a dolgot az ide besétálással, és lezártam az innen kisétálással. Tehát most legszívesebben egyenként kérdeznélek benneteket végig, hogy ki hogy szokta megélni ezeket a napokat. Aki mondjuk először van itt, aki meg már sokat szor van itt. De én azt
kívánom mindannyiótoknak, hogy legyetek itt minél többet, és lehet, hogy nektek is ki fog alakulni valami ilyen megnyugtatóan rutinszerű, de lehet, hogy minden egyes érkezésetek és távozásotok egészen más lesz. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.